Folyamatos béremelésre számíthatnak az egészségügyi dolgozók, szeptembertől kezdődik a kormány több lépcsős fizetésemelési programja. A szakorvosok bruttó 107 ezer forint plusz jövedelemre számíthatnak még idén, majd jövőre újabb bruttó 100 ezer forinttal kapnak majd többet. A 2017-es költségvetésben 171 milliárd forinttal jut több forrás az egészségügyre, mint idén. Ez a GDP felszázadékát jelenti. Ebből nem csak a dolgozók béremelésére költenek majd, hanem például különböző népegészségprogramokra. Ennek a legnagyobb részét, közel a felét, azt béremelésre fogjuk fordítani, több mint 80 milliárd forintot. Az ápolók részére szeptember 1-től érkezik az első ütem 26,5 Utána a következő évben, rákövetkezőben, rákövetkezőben újabb-újabb emelések következnek, és ha így összeadom 2012 és 2019 között az egészségben dolgozó ápolók béremelését, akkor az azt jelenti, hogy több mint 100 os béremelés lesz, több mint duplájára fog emelkedni az ápolók bére. Erre nagyon nagy szükség is volt, hiszen mindenki hogy az ápolók fizetésén érezhetően javítani kell. Rétvári Bence parlamenti államtitkár erről az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség nyári táborán beszélt, a Szabolcsat Merbereg megyei nyírtason. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár kiemelte, a tanálkozón a fiatalok tanulhatnak a politikusoktól, valamint tapasztalatot cserélhetnek egymással. Itt ott lesz a közélet iránt, meg tud érteni, vagy értékelni tud eh, folyamatokat, fontos lesz neki, hogy bele tudjon szólni a közössége életébe. Hát ezek a reményeink. Persze ez minden politikai generációval így van. Én már vagyok annyira bölcs, bocsánat, öreg, <laughs> öreg, hogy, hogy, láttam legalább két-három ilyen fajta tábort. A nyári tábort szabad egyetem jelleggel szervezi meg az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség, amelyről a megszerzett tudásnak köszönhetően plusz motivációval térhetnek majd haza a fiatalok.